Salgó Tarjánba látogatott a Magyar Vöröskereszt főigazgatója október 2-án azért, hogy megismerje a megyei szervezet tevékenységét, munkáját és belső erőforrásait. A júliusban kinevezett új vezető országjáró körútjának 14. állomása volt Nógrád megye, ezen belül Salgó Tarján. Természetesen igyekszünk megmutatni, amivel mi rendelkezünk itt a megyében. Igyekeztünk biztosítani a számára, hogy lehetőleg a legszélesebb körben találkozzon ezek között szociális szakemberekkel, önként képzés a véradás szervezés területén dolgozó emberekkel, munkatársakkal és a vezetőség tagjaival. A találkozón Juhászné Kincses Halim röviden bemutatta a megyei szervezetet, amely 24 munkatárssal és 560 önkéntessel működik. Legfontosabb feladatuk a krízishelyzetbe került, szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása, a véradás szervezés és az egészségvédelem. A megbeszélés után a főigazgató a helyi szervezet munkatársainak vezetőinek kíséretében ellátogatott a családok átmeneti otthonába. A 40 férőhelyes intézményben az egész országból érkeznek nehéz helyzetbe került édesanyák gyermekeikkel. A főigazgató a látogatása során a helyi tapasztalatok összegyűjtése mellett a jövő legfontosabb irányvonalairól is egyeztetett a szakemberekkel. Ha Magyarország gazdasági nehézségekkel küzd, ha a családok gazdasági problémákat kell, hogy megoldjanak, és egyének szintjén is jelentkeznek ezek a gondok, akkor egy civil szervezet sincs máshogy. Tehát feladat az, hogy a gazdálkodásban minél költséghatékonyabb módon dolgozzunk, ezt országosan, megyei szinten, helyi szinten, akár egy intézmény szintjén kell megoldani, de hogyha több ember szorul segítségre, akkor bizony nekünk több feladatunk lesz. Tehát egyszerre kell hatékonyabban működni, és nem csökkenteni, elképzelhető, hogy növelni kell a segítségnyújtást a rászorulók felé. A Nógrád megyei Vöröskereszt mindennek hogyan tud megfelelni? Milyen az a segítő kéz, amit ők képesek nyújtani? Hát egy nagyon nagy tapasztalattal rendelkező megyei igazgatója van, és akivel már régóta együtt dolgozunk, ez nem titok, és akikkel találkoztam eddig, látható, hogy pontosan értik és tudják azt, hogy mik a nehézségek, mikkel kell foglalkozni. Pont az volt a célom, hogy ne csak a jó dolgokat, a jó működő dolgokat lássam, hanem legyen lehetőség megismernem a nehézségeket is, ami kihívást jelenthet számomra, és azt hiszem, hogy Nógrád megyében a szociális segítségnyújtás területén van a legnagyobb szükség egy jól működő civil szervezetre, és azt hiszem, hogy erre fókuszálni kell. Vannak megyék, ahol inkább az egészségmegőrzés a fő profil, de ott is a szociális segítségnyújtás, ha még akár megyehatáron átnyúlik, de akkor is létező fogalom. Nógrád megyében én azt hiszem, hogy ez egy összetett dolog. A szociális gondok magával húzzák az egészségügyi problémákat is, tehát mondhatom azt, hogy komplexen kell a megyére figyelemmel lenni. Fontos az, hogy az elfogadás és a kooperáció szemlélete legyen az egész szervezetre vonatkozóan, és én ezt szeretném erősíteni a személyes látogatások kapcsán is. Értsem, tudjam, és értsék, tudják azt, hogy mik azok a közös célok, amelyek mentén haladunk. A Nemzetközi Vöröskereszt Szövetsége kiadott egy Stratégia 2020 dokumentumot. A következő évek arról fognak szólni, hogy ezek milyen feladatokban nyilvánulnak meg. Leginkább a katasztrófákra való felkészülés, a szociális segítségnyújtás és a közösségek erősíte. Ez a három cél, ami köré a tevékenységeinket csoportosítani kell. Mondhatom azt, hogy ezek régi célok is, de mondhatom azt, hogy új szemlélettel is érdemes megközelíteni ezeket. A megyei látogatások tapasztalatainak értékelésére a Magyar Vöröskereszt 13. kongresszusán kerül majd sor.